Egy uniós előírás alapján hazánkban is kötelező a növényvédő gépek rendszeres felülvizsgálata. A magyar jogszabály szerint november végéig az összes permetezőt nyilvántartásba kell venni, csak azután kezdődhet el a műszaki vizsgálat, amely 3 évenként aktuális. Többek között a szivattyú nyomás ingadozását, teljesítményét vizsgálnák, valamint a tartály épségét és a szórófejek állapotát is ellenőriznék. A felülvizsgálatot a növényorvosi kamara végezni. Olyan áron próbáltak megjelenni a piacon egyedülállóként, amit a gazdák nem tudtak elfogadni, és jelzéssel értek az agrárgazdasági kamara felé. Mi ezeket a jelzéseket eljuttattuk az országos kamara elnöke felé, aki egy levélben fordult a Fazekas Sándor miniszter úrhoz, aki illetékes ebben dönteni, és arra kértük, hogy vonja vissza azt a rendeletet, amit a növényorvosi kamara elvállalt, hogy a gazdák számára egy elfogadható, szolidabb áron és egy kisebb terheléssel járó felülvizsgálattal próbáljuk ezt megoldani. Rácz Imre úgy véli, egy műszaki ellenőrzést nem a növényorvosi kamarának kellene elvégeznie. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint az ellenőrzést akár a gyártók, a forgalmazók, a műszaki végzettségű falugazdászok vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai is elvégezhetnék. 6000 közeli permetezőgép van csak ebben a mi megyeinkben. Ennek a felülvizsgálata most a szórókeret nagyságától függően a 35 000-től a 65 ezer forintig kerülne, ha a jelenlegi méréseket végeznénk el rajta. Ellenben, hogyha a kamara végezni? A kamara ezt szeretné ennek akár az egyharmada vagy egynegyedére leszorítani ezeket az árakat. A javaslatot hamarosan tárgyalják, így akár néhány hét múlva módosíthatják a felülvizsgálatról szóló jogszabályt.